bevándorláspárti erők úgy tűnik rákapcsoltak, és egyre intenzívebben akarják erőltetni a migrációt. Brüsszel legújabb elképesztő javaslatai és cselekvése egyrészt a migráns kártya, másrészt a migráns vízum bevezetése. Mindkettőnek ugyanaz a célja, minél több bevándorlót, minél gyorsabban bejuttatni az Európai Unió területére. A migráns vízumról, amelyet brüsszeli bürokrata körökben humanitárius vízumnak neveznek, jelen pillanatban tárgyal az Európai Parlament, és talán ezekben a percekben szavaznak is erről a javaslatról. Nézzük, hogy miről van szó. A lényege a migráns vízumnak az, hogy Európai Unión kívüli külképviseleteken gyorsított és egyszerűsített eljárásban kapnának vízumot azok a bevándorlók, akik az Európai Unióba kívánnak utazni. Anélkül kapnák meg ezt a beutazási engedélyt, hogy megvizsgálnák, hogy kik ők valójában, mind a személyazonosságukat tekintve, mind azt a tényt, hogy vajon jogosultak-e, felmerülhet a jogosultságuk menekült státuszra. Vagyis nyilvánvalóan az Unió gyakorlatilag feladná az előzetes ellenőrzésnek a jogát és gyakorlatát, és tömegeket utaztatna be könnyített formában az Európai Unió területére, anélkül, hogy tudná, hogy kikről beszélünk. Nem csak ez a könnyített beutazási engedély, a migráns vízum borzolja a kedélyeket, de azt is tudjuk most már, hogy pénzt is osztogatnak a migránsoknak. Ahogy az látható az elmúlt napok híradásaiból, bevándorlók tízezrei kapnak migráns kártyákat, olyan név nélküli bankkártyákat, amivel aztán pénzhez tudnak jutni, pénzt tudnak felvenni bankautomatákból. Brüsszel bevándorláspárti elitje és többsége továbbra is ontja magából az újabbnál újabb intézkedéseket és javaslatokat. Ide tartozik a migránskártya, ide tartozik a migráns vízum, de ide tartozik az a törekvés is, hogy a migrációt emberi jogként ismerjék el, hogy megszervezzék ennek a csatornáit, és állandósítsák a betelepítéseket. És szintén ide tartozik az a tény is, hogy az a javaslat is, amely a Soros György által finanszírozott bevándorlást segítő, aktívan elősegítő és támogató szervezeteknek nagyobb szerepet szán az Európai Unió működésében, és nagyobb pénzügyi támogatást, nagyobb szerepet ebben a folyamatban. Vagyis látható, hogy a tavaszi európai parlamenti választás tétje változatlanul rendkívül éles. Meg kell állítanunk ezt a bevándorláspárti önsorsrontó brüsszeli elitet, mert ha ők maradnak domináns pozícióban, akkor az egész Európai Uniót gyakorlatilag egy bevándorló övezetté tennék. Ez a tétjének a választásnak, változtatni kell ezen a politikán, mert ez veszélyezteti az Európai Uniót, és veszélyezteti az európai emberek érdekét és biztonságát.